Would you turn this morning to scripture that we looked at last week? Kérlek, lapozzatok el velem együtt azokhoz az ige versekhez, amelyeket a múlt héten néztünk meg. We actually began a new series last week. Igazából egy új sorozatba kezdtünk a múlt héten. Entitled The Spirit-Led Life. Amelynek a címe a Szellemtől vezetett élet. Go to John 14. Menjünk el a János 14-be. Romans 8 first. I was going to tell you John. Valójában először a római levél 8. fejezetére, és azután a János 14-re. But go to Romans 8, then we'll go to John 14. Romans 8. Tehát Róma 8. And John 14. János 14. We're glad you're with us this morning, especially if this is your first time. Örülünk, hogyha velünk vagy ma ezen a reggelen. Főként örülünk annak, hogyha először vagy itt közöttünk. We do welcome you. Üdvözlünk téged. And we don't call people visitors, we just call them new friends. Mi nem látogatóknak hívjuk azokat, akik eljönnek ide közénk, hanem barátoknak. Amen. Amen. And our desire is that, és a mi kívánságunk az, és az Úrnak a kívánsága is egyben, hogy növekedjünk, és hogy tanúbizonságokká váljunk az ő számára. És hogy megtegyük azt, amiért ide helyezett minket erre a földre, ugyanis az élet nagyon rövid. Do you know that? Tudtad ezt? You know, sometimes I like to take my I got calendar on my computer. Néha szeretem megtekinteni a kalendáromat a számítógépemben. And we have stuff we have to schedule and keep up with, and I'm praying about am I going to go here or not? És vannak dolgok, amivel ugye lépést kell tartanunk, alkalmak, és imádkoznom kell, menjünk ide, vagy menjünk oda, vagy megtegyük ezt, vagy azt. És néha szeret az ember így visszatekinteni a múltra, hogy Isten mit tett, érted meg. És néha visszamész pár évvel a múltba. Például 10-20 évvel visszamenőleg megnézed, mi az, amit Isten tett, érted. Vagy 20-30-40 évvel visszamész. És egy idő után tudatosítod azt, hogy ha 50 év, vagy esetleg 20-30 évre előre tekintesz, már lehet, hogy nem is leszel itt ezen a földön. You get to looking far enough out, you realize, well, the Lord, He told us we'd walk with Him, we'd have long life. He didn't say we'd live down here forever in this. És az Úr azt mondta, hogy ha ővele járunk, természetesen akkor hosszú életet ígér nekünk, de nem azt mondta, hogy örökké itt leszünk lent ezen a földön. Mortal body. Ebben a halandó testben. And it's brief, it's short. És az élet nagyon rövid. How many realize this? Hányan tudatosítjátok ezt? Life is so brief. Hogy az élet az olyan rövid, olyan tömör, hogy Jakab is azt mondta az életről, hogy olyan, mint egy lehelet. Olyan, mint egy kis buborék. Egyszer látod, és aztán már nem. És ez nem olyan dolog, ami miatt depressziósnak kell lenned, hanem néha kell magadat emlékeztetni, hogy igenis ilyen rövid az időnk itt a Földön. És nem pazarolsz, és nem tékozlod, fecséreled el az idődet, egész napokat, heteket és hónapokat, éveket nem fecsérelsz el az életedből úgy, hogy nem teszel semmit. We ought to be serious about serving God. Nagyon komolyan kell vennünk Isten szolgálatát. Amen. What's our place? Meg kell találnunk, hogy mi a mi helyünk. What's our job? Mi a mi munkánk. Amen. És fejlődni benne. Things take time to develop in. Mert vannak dolgok, amik időbe telnek, hogy azokban fejlődjél. And if you just goof off
40 years, then you may not reach the full potential that you should have reached. És ha csak itt így el vagy magadnak hosszú éveken át, akkor soha nem éred el azt a azt a pontot és azt a szintet, amit elérhetnél abban a dologban. Hogyha mikor fiatal voltál, akkor komolyan vetted volna, amikor azt elkezdted. But at any rate, you can't go back and change the past, but you can see to it that you don't waste another day. Az igazság az, hogy nem tudunk visszamenni a múltba és megváltoztatni, de viszont meg tudsz most változni, és meg tudod változtatni vele a holnapot. És nem kell még egy napot elfecsérelned. So we should be hooked up at the right church and at the right ministry. Éppen ezért össze kell kapcsolódnunk a megfelelő gyülekezettel, a megfelelő szolgálattal, és megtenni a helyes dolgokat, having a life that is fruitful, és egy gyümölcsöző életet kell élnünk, and making a difference. És változásokat kell előidéznünk. Mondjatok erre egy ámen. Érdekel ez titeket egyáltalán? Ez egy nagyon fontos dolog. És nem viccelek most, nagyon hamar fölnézel, föltekintesz, és rájössz arra, hogy az életednek vége itt a Földön. And it won't matter how much money you made. És nem fog számítani az, hogy mennyi pénzt keresel. It won't matter who knew you. Nem is számít az, hogy ki ismert, nem ismert. It'll only matter. Csak az számít, hogy megtetted-e azt, amiért teremtett téged az Úr, hogy megtegyél, és amiért ide helyezett erre a bolygóra. Can you stand before the Lord and hear, well done? Meg tudsz-e állni majd az Úr előtt, és azt hallani, hogy jó van, hűl szolgám? That's what you ought to be thinking about. Erről kell gondolkodnod. Amen. Amen. In Romans, the 8th chapter. A római levél 8. fejezetében. We began speaking to you last week about the spirit-led life. A múlt héten elkezdtünk nektek a szellem vezette életről beszélni. Exactly what I was just saying. How do I know I'm in the right place? És ez az, amiről előbb is beszéltem. Honnan tudom, hogy a megfelelő helyen vagyok? How do I know the right thing to do? Honnan tudom, hogy mi a megfelelő dolog, amit tennem kell? Well, the Lord has not left us without help. He's given us the divine helper. Az Úr nem hagyott minket segítség nélkül, és nekünk adta az isteni segítőt. The mighty Holy Spirit, a hatalmas Szent Szellemet, to lead us, hogy vezessen bennünket, and to guide us into all truth, és hogy elvezérelje minden igazságra, to bring to our remembrance everything he said to us, hogy emlékezetünkbe hozza azokat, amiket az Úr mondott nekünk, to even show us things to come, hogy megmutassa az elkövetkezendőket. There is no way you and I can find our place and run our race and be fruitful and do what we should do without his constant. Nem lehetséges az, hogy te és én megtaláljuk azt a helyet, ahova elredelt bennünket az Úr, és gyümölcsözőek legyünk ott a Szent Szellem állandó segítsége nélkül. Ez így lehetetlen. And it's just a fact that there are some people that the Holy Spirit helps a lot more. És ez csak egy tény, amit meg tudok erősíteni, hogy vannak emberek, akiknek a Szent Szellem sokkal többet segít, mint másoknak. It's a fact. És ez egy tény. And it's not because he plays favorites. És nem azért, mert kedvencei lennének az Úrnak, hanem azért, mert egyesek megtanultak őrá tekinteni, and listen to him, és meghallani őt, and respond to him, és válaszolni neki, while others just make their plans and go on, míg mások a saját terveiket agyalják ki, és soha nem kérdezik meg az Úrtól, hogy ez így helyesen. Hónapokkal ezelőtt elmondtam nektek, hogy útmutatást kaptam az Úrtól. Az Úr azt mondta nekem, és ezt elmentettem a számítógépemben is, piros betűkkel írva azokat a dolgokat, amiket az Úr mondott nekem. Annak ideje, mikor még ez a gyülekezet elkezdődött.
He gave me three things to start off this church with. Az Úr adott nekem három dolgot, amivel el kellett kezdenem tanítani ezt a gyülekezetet. Az Úr azt mondta, tanítsd meg az embereket, hogyan járjanak szeretetben és hogyan szeressenek. Teach the people how to live by faith. Tanítsd meg az embereket, hogyan járjanak hitben. Teach the people how to be led by my spirit. És tanítsd meg az embereket, hogyan vezesse őket az én szellemem. Amen. Amen. We've done some work on two of those. És if you haven't been with us, az előző két dolgon már dolgoztunk, ha nem voltál velünk, you just hooked up, tapes are available. Akkor a kazettákat megkaphatod. You should probably take advantage of them because, you know, you, I may understand. És ki kéne ezt használnod? You can't do everything on one Sunday morning. Hányan értitek, hogy egy vasárnapi alkalom során nem tudsz mindent elvégezni? I'll stay long enough as it is. Én maradhatok olyan sokáig, ameddig csak lehet. I go plenty long. Nagyon sokáig el tudom húzni az alkalmat. But you understand, on any given time or week or even in a month. We can't cover everything. De ugye érted-e azt, hogy egy hét alatt, vagy egy egész hónap alatt nem tudunk mindent átfedni az összes tanítást. Right? Ugye? Impossible. Ez lehetetlen. And so that's why people get in trouble, because sometimes, és ezért kerülnek az emberek bajba, mivel vannak keresztények, akik szeretik Istent, but their commitment is not what it ought to be. De az ő elszántságuk az nem olyan, ami ennek lennie kéne. They, if everything's going pretty good, they don't go to church. Hogyha jól megy a soruk, akkor nem mennek el gyülekezetbe például. Or just maybe once in a while, vagy egyszer-kétszer itt-ott olvassák a Bibliájukat. De ugye ez nem igaz erre a gyülekezetre, ugye? Faith life people. Mert a hit élet gyülekezete. Everybody in Faith Life Church. Gyülekezetében minden ember reads their Bible. Olvassa a Bibliáját. Right? They read their chapter. És elolvasnak minden nap egy fejezetet. And more, but at least they read that chapter. És többet is, de ez a minimum, amit elolvasnak egy fejezet naponta. Every day, minden Monday nap, péntektől, a hétfőtől péntekig. Right? Ugye? So, if you haven't been hooked up with us, you'd hook now. Ezért, hogyha nem voltál bekapcsolódva ebbe, akkor most bekapcsolódhatsz. Ugyanis akik komolyan veszik a kereszténységüket, azok olvassák a Bibliájukat. Olyan dolog nincs, hogy valaki komoly kereszténynek vallja magát, és hónapok telnek el úgy, hogy nem veszi még csak föl sem a Bibliáját. I didn't say they weren't saved. Nem azt mondtam, hogy nincs üdvösségük. They're not serious about serving God. Azt mondtam, hogy nem veszik komolyan Isten szolgálatát. Serious Christians pray. Ugyanis a komoly keresztények azok imádkoznak. Every day. Minden nap. Did you hear me? Hallottad? No such thing as somebody that's a serious Christian and they go weeks and months don't even pray. És olyan dolog nincs, hogy valaki komolyan venni a kereszténységet és hónapokig elmegy úgy, hogy nem is imádkozik. I didn't say they weren't saved. Nem azt mondtam, nincs üdvösségük. You know, they're not a good witness, and they're not, you know, they're just more interested in what they want to do. Hanem azt mondtam, hogy nem jó bizonságok az Úrnak, és csak az érdekli őket, amit ők akarnak. They're serving God. És nem az, hogy Isten szolgálják. And the serious Christians go to church. És a komoly keresztény az eljár gyülekezetbe. You got a lot of folk that believe, well, you know, I can be just as good a Christian as you or anybody else and be at home by myself and watch the preachers on TV. Sokan mondjátok azt, hogy lehetek ugyanolyan jó keresztény, mint bárki más, egyedül otthon elnézegetem a prédikátort a tévében, and read my Bible. És otthon olvasgatom a Bibliámat, és az erdőben közelebb érzem magamat Istenhez, mint a gyülekezetben. Well, that's great. Hát ez nagyon jó. Imádkozzál csak az erdőben. Ez nagyon jó. Csak hogy nem lehetsz jó keresztény úgy, hogy ignorálod a Bibliát. Ugye? Hogyan lehetsz jó keresztény, hogyha semmibe veszed azt, amit a Biblia ír, és a Biblia nagyon világosan mondja neked a zsidó levélben, és parancsolatot kaptunk, hogy ne maradjunk el az egybe gyülekezésektől. And the Lord has given us ministry gifts. És az Úr adott nekünk szolgálati ajándékokat, apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat, for the perfecting of the saints.
a szentek tökéletesbítése céljából. Igen, meg kell kapnod dolgokat Istentől a saját magad számára. De vannak dolgok, amiket egyedül soha nem fogsz tudni megkapni, és nem fogsz tudni megtanulni. Hanem a testnek a többi tagján keresztül kapod majd meg. És nem kéne egy kis elszigetelt szigetnek lennünk. Nem szabadna azt mondanunk, csak te és én, Jézus, és erről szól az egész. Csak én meg te kettesben. Nem ezt mondja az ige, hogy ennyiből áll az egész. Hallottad? Hanem más keresztényekkel össze kell kapcsolódnod. És szolgálnod kéne mások felé. I'll just tell you right now, I know some religions do it. You know, if you're really holy, then you pull away from everybody and you go where nobody is. És tudom, hogy nagyon sok vallás tanítja azt, hogyha igazából szent akarsz lenni, akkor így eltávolodsz a többiektől, elhúzódsz, és and you take vows of poverty and és a szegénységnek a fogadalmát megteszed. De ez nem igei. Don't care who hears me say it. It's nem érdekel, hogy ki hallja azt, amit most mondok, nem igei. You never see any of the disciples doing such a thing. Soha nem láttad volna, hogy a tanítványok ilyet tettek volna. You never see Jesus. Why? És soha Jézus se tett ilyet. We are put in the middle of this world to be a light to the world. Miért? Azért, mert minket azért tett helyezett be az Úr ebbe a világba, hogy világosság legyünk a világ számára. Amen. Don't take a light and hide it under a bushel. És éppen ezért nem veszed a világosságot, és nem rejted véka alá, ugye? Right? Which is what these folk are doing. Mert ezek az emberek ezt teszik. And I know some people may not like that, but hey. Tudom, hogy vannak emberek, akinek ez nem tetszik. Show me the scriptures. De hey, mutasd meg nekem az igét azokra a dolgokra, amiket te csinálsz. Show me the scriptures in the Bible, and I'll get up and publicly repent. Mutasd meg nekem az igét a Bibliából, és én nyilvánosan fölállok, és megvallom azt, hogy rosszul gondoltam a dolgokat. I'm not concerned about it. De ez igazából nem tartok ettől, hogy ez bekövetkezik. Romans 8, are you there? Róma 8, ott vagytok? If you're new today and you don't know about me, well just... Ha új vagy, és még nem ismersz engem, hold on. Akkor csak tarts ki. Ha nem tetszik ez az üzenet, úgy hiszem, hogy mire végére érünk, akkor majd tetszeni fog. De ha mégsem, akkor majd gyere vissza, adj nekünk még egy esélyt. Hey, give us another shot, give us another chance. I had a fellow one time meet me out in the hall after a message, and he said. Egyszer egy illető utánam jött a folyosón az alkalom után. Not here, this is a few years ago. Pár évvel ezelőtt. He said, I don't like you. És azt mondta nekem, nem kedvellek téged. I said, really? És azt mondta neki, igazán? He said, no, I don't like you. I don't like the way you talk. I don't. És azt mondta nekem, nem kedvellek, nem tetszik az, ahogy prédikálsz. I don't like the way you do. And he was worked up. És nagyon mérges volt. I said, you don't know me. És azt mondtam neki, te nem is ismersz engem. I said, if you knew me, you'd like me. Ugyanis ha ismernél, akkor kedvelnél. I think that made him madder, yeah. És ez még inkább feldühítette őt. But why should I lose my joy? De miért kéne nekem elveszíteni az örömömet? Amen. Amen. Because somebody's got worked up over something. Csak azért, mert valaki valami miatt fölhúzta magát. Romans 8, are you there? Róma 8, ott vagytok? Another fellow. This has happened more than once. Maybe I should think about this. Volt még egy illető, ez valójában többször megtörtént ez az eset, és lehet, hogy van benne valami. I was up in New England. És New Englandben voltam. And I'm teaching on submission. You know, I ought to do that here sometimes. És az alávetettségről tanítottam, és itt is meg kéne tennem. Thank you for those two amen. Köszönöm ezt a két áment, amit mondtatok. And this fella came up after the service. He said, I got so mad at you. In the middle of this service, I thought about just getting up, taking my chair I was sitting on and throwing it at you.
És ez az illető azt mondta, ezt a történetet már ismerjük, azt mondta nekem, hogy olyan dühös lettem rád, hogy hozzád akartam vágni a székemet. I said, really? He said, but I'm okay now. De aztán lenyugodott az illető idővel. I said, good. I'm glad you're okay now. Because some things were rubbing him the wrong way. But see, you know, if it's just me rubbing you the wrong way, I want to repent and get that fixed. Ugyanis ingerelt ezt az illetőt, azt, amiről beszéltem. De tudod-e azt, hogyha ez csak én magam lennék, aki téged fölmérgesít azzal, amit mondok, akkor ebből meg akarok térni. But now, if it's the word rubbing you the wrong way, de ha az ige miatt botránkozol meg, you need to repent. Akkor neked kell ebből megtérned. Right? And get it fixed. És helyre kell hoznod ezt a dolgot. So that's what we got to decide. Is it just me? Or is it the word? És erről van itt a szó, hogy én vagyok az, vagy az ige? And is it the Lord? That's what you got to discern. És ezt meg kell tudnod különböztetni. Romans 8. Róma 8. Talking about the spirit-led life. A szellem vezette életről tanítunk. Romans 8:14. A 8:14-et olvassuk. For as many as are led by the Spirit of God. Mert akiket Isten szelleme vezérel, they are azok the sons Istennek of God. Fiai. Verse 16 says, 16-os vers. The Spirit itself, as we went into some detail, ez a szellem, last week, most of your modern translations say himself. The Spirit himself, ez a szellem, bears witness with our spirit. Bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt. Vannak fordítások, amelyek úgy írják, hogy ez a szellem, hogy a szellem ő maga tesz bizonságot a mi szellemünkkel együtt. That we are the hogy children of God. Isten gyermekei vagyunk. Nézzük meg ismét a 14-es verset. The Spirit of God. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Elvárhatják-e Istennek fiai, hogy vezetni fogják őket, hogy irányt mutatnak nekik, és hogy ezt a Szent Szellem teszi. Istennek szent szelleme. És tudom, hogy megkértelek titeket arra, hogy olvasgassátok az apostolok cselekedeteit. Look for references to the Holy Spirit in the book of Acts. És éppen ezért kértelek rá, hogy keressétek meg azokat a referenciákat, amelyek a Szent Szellemre vonatkoznak. Ugyanis ez a Szent Szellem könyve, az Apcsel. It's called the Acts of the Apostles, úgy, but that's a name men gave to it. Úgy nevezik ezt a könyvet, hogy apostolok cselekedetei, de ezt az emberek adták ezt a címet ennek a könyvnek. Acts of prophets recorded and Acts of evangelists and Acts of Christians. Ugyanis a keresztényeknek, az apostoloknak, a profétáknak a cselekedetei vannak lerögzítve benne. De én ezt így szeretem mondani, hogy ez valójában a Szent Szellem cselekedeteinek a könyve. Through the church. A gyülekezeten keresztül. And what we read about there is supposed to be continuing on today because we're part of the same church, és got the same Holy Spirit. Azok a dolgok, amik ott le vannak írva, ennek mai napon is folytatódnia kéne, ugyanis a része vagyunk ugyanannak a gyülekezeti testnek. And how many in reading this are you seeing and beginning to see how real the Holy Spirit was to them? És ti, akik ezt olvassátok, hányan vettétek észre, hogy milyen valóságos volt az akkori tanítványok számára a Szent Szellem? I mean, just frequently you say, says the Spirit said this, and the Spirit. Mert nagyon gyakran azt olvasod, hogy a Szellem mondta ezt, a Szellem mondta azt. And the Spirit directed this. És a szellem irányította őket ebbe meg abba az irányba. Spirit forbade this. És a szellem megtiltotta ezt meg azt. And the Spirit wouldn't let them do this. És a szellem nem engedte meg, hogy megtegyék ezt. Spirit agreed with this. A szellemnek jónak, a szellemnek tetszett, a szellem megegyezett ezzel. Good to us and the Holy Ghost. Jónak tűnt nekünk és a Szent Szellemnek. And he obviously was very, very real to them. És ő a Szent Szellem
nyilvánvaló, hogy nagyon valóságos volt számukra. Minden tettükben, minden határozatokban. Vajon ugyanilyen valóságos-e számodra is a Szent Szellem? Mert erről olvasunk. Ha nem ilyen valóságos, akkor ne alacsonyítsd le a Bibliát arra a szintre, hogy a te tapasztalataiddal megegyező legyen. Believe God to elevate your experience. Árasz ki a hitedet, hogy Isten fölemelje a te tapasztalatodat, a te élményedet, a te megtapasztalásodat, to match the Bible. Hogy az megegyező legyen a Bibliával. Amen. When it comes to, you know, we believe in being filled with the Spirit, just like Acts 2:4. Just like. Hiszük azt, hogy a Szent Szellem teljességével ugyanúgy, ahogy ezt az ige rögzíti az Apcsel 2:4-ben. Like they did, they were all filled with the Holy Ghost. Ugyanúgy, ahogy őket is betöltötte a Szent Szellem. And spoke with other tongues. És más nyelveken beszéltek. We believe in that. Mi hiszük ezt. We do it. És ezt is tesszük. But there was a time I didn't. De volt idő, amikor nem ezt tettem. There was a time I was a Christian. I knew God. Volt idő, amikor keresztény voltam, ismertem Istent. Üdvösségem volt, és ha akkor meghaltam volna, azon nyomban az Úrhoz költöztem volna. De nem volt meg ez az élményem, ahogy túlcsordulásig beteljesedjek a Szellemmel. Power to be a witness. Hogy erőt kapjak, felruháztassak mennyei erővel, hogy tanúbizonság legyek. Pray in an unknown tongue. És nem imádkoztam más nyelveken. Some people say, well, that's not for everybody. It és sokan mondjátok, ez nem mindenki számára van. It's for everybody. De mindenki számára van. I said, it is for everybody. Azt mondtam, hogy mindenki számára van. Every child of God. Istennek minden gyermekének. Needs, and I use that word advisedly. Needs. Szüksége van, és nagyon megfontoltan használom ezt a szót. This supernatural ability. Erre szüksége van, erre a természet fölötti képességre. To pray beyond your mind. Hogy az elmédet meghaladóan tudj imádkozni. Our minds are so limited. Mert a mi elménk nagyon korlátozva van. And to commune with God. És ahhoz, hogy közösségben legyél Istennel. But there was a time when I didn't. De volt idő, amikor amikor nem tettem. And I got to looking in the Word, and I'm so glad other people tried to tell me, well, that's all passed away. És annyira örülök neki, hogy megtaláltam ezt az igében, ugyanis mások próbálták nekem bemagyarázni azt, hogy ez már elmúlt az időkkel. You know, when the last apostle died, all that. Tudod, amikor a utolsó apostol meghalt, akkor ez az egész dolog ez elmúlt. They didn't show me any scriptures for that. De nem tudtak erre igét mutatni nekem. But that's their theory. What are they doing? De ez az ő teóriájuk, és mit tesznek valójában? They are watering down the Bible. Úgymond elsimítják a Bibliát. To fit their lack of experience. Ahhoz, hogy az ő megtapasztalásukat, hiányos megtapasztalásukat megegyező szintre hozzák a Bibliával. People do that. Well, you know, healing's passed away. És az emberek ezt teszik a gyógyulásra, és azt mondják, hogy az már elmúlt. De ezt ki mondta, hogy elmúlt? Well, the age of miracles is past. A bizony a csodáknak az ideje már elmúlt. Ezt ki mondta? People, even educated people. Még a tanult emberek is, akinek több végzettségük van, előjönnek ezzel a millió teóriával, ami valójában csak elsimítja a Bibliát, és azt, ezzel azt érik el, hogy jól van nekünk ez így, hogy mindaz a dolog, ami az akkori tanítványok volt, az már nekünk nem jár. És ez így rendben van, hogy nekünk nincsenek olyan megtapasztalásaink, mint nekik, de ez így nem igaz. I'm so glad I looked at it and I said, well, I don't have this experience. I don't know this. És nagyon örülök, hogy megnéztem ezt a Bibliában, és azt mondtam, nekem nincsen meg ez a megtapasztalásom. És ezt még nem láttam a saját életemben. De if it's here, de ha itt van az igében, I ought to have it. Akkor kell, hogy nekem ez meglegyen. Amen. Ha az a Bibliában van, if they prayed in tongues, ha ők imádkoztak nyelveken, I ought to pray in tongues. Akkor nekem is kell.
If they had power, I ought to have power. Ha nekik volt erő, mennyei erő, akkor nekem is kell ez az erő. If they saw healings, we ought to see healings. Hogyha ők látták a csoda gyógyulásokat, akkor nekünk is látnunk kell a gyógyulásokat. Amen. Amen. So I, you know, basically I'm saying, Lord, valójában ezt mondtam, Uram, emeld fel az én megtapasztalásomat, to match this book. I'm not going to, hogy megegyezzen ezzel a könyvvel. És én nem fogom elsimítani a Bibliát, hogy csak az én megtapasztalásommal legyen összhangban. And that should be happening all the time. És ennek kéne történnie mindig. We're reading the scriptures. I don't care if you've been walking with God for 75 years. Éppen ezért olvassuk az igéket, és nem érdekel, ha már 75 éve Istennel jársz. If you had all kind of amazing things happen in your life, you're going to come across something in this book. És lehet, hogy már volt nagyon sok minden, ami történt, csodálatos megtapasztalás, ami történt veled. That you don't see. De fogsz találkozni az igében, ha tovább olvasod olyannal, amit eddig még nem láttál. You haven't had. Amit még nem volt meg. So what do we do? És ezért mit teszünk? Lord, Uram, bring us up to it. Amen. Akkor emelj föl minket erre a szintre. Bring us up to this. Emelj föl minket. This is the standard. Mert ez a mérce. This is the vision. Mert ez a látás. Well, the Holy Spirit was real to them. A Szent Szellem valóságos volt nekik. And he should be real to us. És számunkra is valóságosnak kéne lennie. He directed them. Ő irányította őket. Ő vezette őket. He guided them. He should be directing us every és day. Nekünk is a Szent Szellemnek kéne adni az útmutatást minden nap. Sons of God, that means, Istennek fiai. Men and women. There are, ez azt jelenti, hogy az asszonyok és férfiak. Male sons of God and female sons of God. A fiú gyermekei és leány gyermekei Istennek. Isten fiai elvárhatják, hogy őket a Szent Szellem vezeti. Azt akarom, hogy mondd hangosan. A Szellemtől születtem. Teljes vagyok a Szellemmel. És a Szellem vezet engem. Egy Szellemtől vezetett életet élek. Amen. You know, Phyllis and I have been living like this for so many years. It would be completely foreign for us to try to do something else. Tudod, feleségem Phyllis és én már olyan hosszú évek óta így élünk, hogy teljesen furcsa lenne számunkra, hogyha nem ezt tennénk. I mean, every day when we get up, we're checking our hearts. Minden reggel, amikor fölébredünk, akkor először megvizsgáljuk a szívünket. Which way do we go? Melyik irányba menjünk? Check it. Checking in. Vizsgáljuk a Szent Szellemet. Holy Ghost. Amen. Is this right? Is this not? Helyes ez így, nem helyes. Right. Long ago, I decided that I didn't have enough up here. Nagyon régen elhatároztam, hogy nekem itt a fejemben nincs olyan sok. To make my decisions. Hogy én a saját döntéseimet tudjam meghozni. Unassisted. Hogy a segítség nélkül. Did you hear me? Hallottad? Let me mention something to you. Think about this now. Hadd mondjak neked valamit, gondolkozz el ezen. If you were led by the Holy Spirit 100% of the time, hogyha 100%-ban téged a Szent Szellem vezetne, you'd never make a bad decision. Akkor soha nem hoznál egy rossz döntést. You'd never lose money on a bad investment. Akkor soha nem veszítenéd el a pénzedet egy rossz befektetésen. Did you hear me? Hallottad? If you were led by the Spirit, ha a Szent Szellem vezetne, all the time. Mindig. The reason people mess up. The reason people get hooked up with the wrong folk. Az ok, amiért az emberek elvétik, amiért rossz emberekhez kapcsolják magukat hozzá. So they experience loss and experience problems. Károkat szenvednek, problémákat. Because they decided to do that. Azért, mert ők döntöttek úgy, hogy azt fogják tenni. Apart from him, he's not going to lead you into failure. He's the God. Istenen kívül, Isten nem fog téged a kudarcba vezetni. God of increase. Mert ő a növekedést hozó Isten, és a növekedés Istene. Now go to John, please, 14th chapter. Menjünk el a János 14-re. A János evangélium. Köszönjük Istennek a Szent Szellemet. John 14. A János evangélium 14. Now in our previous teaching on this, we talked about that the Holy Spirit is not an impersonal force. Az előző tanításban beszéltünk arról, hogy a Szent Szellem nem egy személytelen erő. Not an it. Nem egy dolog.
but rather a person, a divine person. A személy, egy isteni személyiség. And in this passage we see Jesus. És ebben a részben látjuk, hogy Jézus úgy hivatkozott a Szent Szellemre, hogy szellemként szólította őt. Szellemként, személyként elnézést szólította őt. Personal pronouns. He, him, his. Az ő, ugye? A személyes névmások, az ő. És nem egy dologra utalva itt. But a person. Hanem egy személyre. Ha azt a János 14-ben újból elolvassuk, és a János Evangélium 16. fejezetében, referring to the Holy Spirit, I want you to read it out loud with me. It'll register on you better that way. John 14:16. És akkor olvassuk ezeket az igéket hangosan. Olvassátok velem együtt. Says, I will pray the Father, and he, that's talking about the Father, shall give you another comforter that... A 14-es vers, a 14. fejezetben a 16-os vers, és én kérem az atyát és más vigasztalót ád néktek, hogy ő veletek maradjon mindörökké. Az angolban ez a névmás ki van mindig hangsúlyozva. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert ő nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hadlak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Now, if you skip down to the 26th verse, hogyha a 26-os versre lemegyünk, continues talking about the Holy Spirit, he said, but the Comforter. Jézus itt tovább beszél a Szent Szellemről, és így szólt, ama vigasztaló pedig, which is the Holy Ghost, a Szent Szellem, whom the Father will send in my name, akit az én nevemben küld az Atya. What? Mit olvasunk itt? Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. A Szent Szellem egy személy. It is improper and inappropriate to refer to him as it. És éppen ezért nagyon helytelen rá úgy utalni, mint egy dologra. Now I know in the King James you'll see a couple of references that use the word it. Tudom, hogy a King James fordításban, az angolban van pár referencia, ami egy dologra utal, a Szent Szellem helyett. Or itself, but if you're here last Sunday, we talked about this. De a múlt vasárnap beszéltünk erről. These words up, and you'll see that the very same word is other place translated him or his or himself. De hogyha megnézitek ezt az eredeti görögben, ahogy szerepel, valójában itt egy személyre utal az ige, és a magyarban ez helyesen van fordítva. King James translation, and if you look in most of your modern translations, they don't have it, they have him. És a legújabb modern fordításokban már helyesen szerepel az angolban, tehát az ő, mint személyre utal itt az ige. And the reason I'm making such a thing out of this is because, I mean, do you want to be called an it? Azért hívom fel a figyelmeteket erre, mert te sem szeretnéd, ha te rád is mint egy dologra utalnának. You walked in the door and we said, there it is. Ha bejönnél az ajtón, és azt mondanánk rád, hogy ott az a az a dolog. Well, did you see John? Yeah, it was over at my house. Láttad John? Igen, az a dolog itt volt nálam a lakásban. It's inappropriate, right? Ez helytelen, ugye? To refer to a person, hogy egy személyre úgy utalsz, as an it, because mint egy dologra. Us, it means inanimate object. Mert számunkra a dolog, vagy az, azt jelenti, hogy egy élettelen tárgy. The chair is an it. Ugyan a szék az egy dolog. The podium is an it. You, a pódium az egy dolog. You are not an it. De te nem vagy egy dolog. Right? Ugye? Go to 2 Corinthians, please. Menjünk el a 2. Korintusi levélbe.
And you'll see again why we're putting so much emphasis on this. És meglátod, hogy miért fektetünk olyan nagy hangsúlyt erre. You don't fellowship with an it. Mert te sem tudsz egy dologgal közösségben lenni, right? Ugye? How can you get to know an it? Hogyan tudnál megismerni a dolgot? 2 Corinthians. Második Korintusi levél 13. fejezet. 2 Corinthians 13. And the very last verse, last és az utolsó igen, last verse, utolsó fejezet, utolsó igen, of 2 Corinthians. A második Korintusi levél. It says, azt mondja, the grace az Úr Jézus of the Lord Jesus Christ, Krisztusnak kegyelme, and the love az Istennek szeretete, of God, és and the communion a Szent Szellem közössége, the Holy Ghost be with you all. Mindnyájatokkal. Amen. You know, there are a number of passages in where you see all three persons of the Godhead. Nagyon számos igehelyet találsz a Bibliában, ahol mind a három isteni személy együtt található. Now I grew up being taught a oneness position. Engem úgy tanítottak, hogy ők egyek. For, you know, large portion of my life, I was taught that there is one God. Az egész életemre visszatekintek, azt tanították nekem, hogy egy Isten van, és ez igaz. És hogy ez azt is jelentette, hogy egy személy van. Hogy az Atya Isten, ő maga a Jézus Krisztus. Who is the same person as, aki ugyanaz a személy, as God the Holy Spirit. Ahogy aki a Szent Szellem Isten. And that's what I was taught, that's what I, you és know. Ezt tanították velem is. For years. És éveken át így hittem. But as I began to seek the Lord on my own. De hogy elkezdtem az Urat magam keresni. I saw that could not be. Ezt láttam, hogy ez így nem lehet. There is one God. Egy Isten van. But not one person. De nem egy személy. Did you hear me? Hallottad? And the word God, és az a szó, hogy Isten, in the book of Genesis, például a Teremtés könyvében, valójában menjünk vissza a Teremtés könyvébe. Ugye nem bánjátok, hogyha kicsit időzünk ezen. Genesis, I know this is, egy Mózes. This sounds a little bit scholastic, some of this, but it's important what you believe about these things. Tudom, hogy ez kicsit elcsépelt dolognak hangzik már, de nagyon fontos, hogy mit hiszel erről a dologról. Genesis, egy Mózes, the first, első fejezet, chapter. Genesis 1:26. Mózes 26. Genesis 1:26. What does it say? Mit mond itt az ige? And God said, és mondta Isten mit? Let us teremtünk mi ember in our image. Well, who is a mi képünkre. Ki az a mi? Us. If Jesus is the Father, ha Jézus az Atya, and Jesus is also the Holy Spirit, és ha Jézus a Szent Szellem, what is the us? Ki az a mi? You see, God, the word God here, God said, let us make man in our image. The word God is the word Elohim. Ugye, itt ugye azt írja az ige, teremtsünk embert a mi képünkre. Itt az a szó, hogy Isten, az az Elohim szó. Elohim. Elohim. And it is a uniplural noun. Excuse me for using some of these terms, but... És az egy, a magyarban ez talán nincs is így megfogalmazva, ez egy többes szám valójában. Többes számra utal ez az egy szó. A uniplural noun. What is a uniplural noun? És ez valójában egy ilyen főnév, ami magában többes számot jelent. Church. Például ilyen, ugyanilyen szó a gyülekezet. Church is a gyülekezet. És ugyanilyen főnév. How many church, if I say faith, life, church, ha azt mondom, hogy a hit élet gyülekezete, a good church. Az egy jó gyülekezet. How many churches am I talking about? Hány gyülekezetről beszélek? One church. Egyről. But does that mean I'm talking about one person? De ez azt jelenti, hogy egy személyről beszélek? No. Nem. If I said, ha azt mondanám, you know, the Vaughn family is a good family. Hogy a Vaughn család az egy jó család. Family is a uniplural noun. Ez a család is egy ilyen többes számú főnév. Hány családról beszélek? Egyről. De nem egy személyről, ugye? No. Nem. And so you'll see repeatedly.
És ismétlődnek ezek a dolgok az igében. Majd látni fogod például ebben az igeversben is, hogy az Istennek kegyelme, és hogy a Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete. When God is used in the verse with references to the other persons of the Godhead, it's talking about God the Father. Nagyon sokszor, amikor Istent olvasol az igében, és valamelyik személyére utal Istennek, akkor nagyon sokszor az Atyára utalott az ige. And the communion of the Holy Spirit. És a Szent Szellemnek a közössége minnyájatokkal. And you think about Jesus and his life. If Jesus is the Father. És gondoljatok bele Jézus életébe, ha Jézus maga az Atya. Then you got an interesting situation. Akkor egy nagyon érdekes szituáció állt be. Who's he praying to? Akkor kihez imádkozik? You see what I'm talking about? Látod, hogy miről beszélek? Who's he praying to? Kihez imádkozik Jézus? If Jesus is the Father. Ha Jézus maga az Atya, egy személyben. He's praying to himself. Akkor saját magához, ugye? And in the garden, when he says, "Not my will." És amikor a Getsemáni kertben azt mondta Jézus, nem az én akaratom. Hanem a tiéd. Ha ő maga az Atya, akkor hogyan mondhatna ilyet? Akkor azt kéne mondanod, Atyám, te én vagy, és te én vagyok, és én te vagyok, és én te vagy. Akkor a te akaratod az én akaratom, és fordítva is. Akkor az én akaratom legyen meg. But he said, "Not my will." De Jézus azt mondta, hogy nem az én akaratom, but your, hanem a tiéd. Separate wills. Akkor két különböző akaratnak kell lennie. Must be two separate persons. Akkor két különböző személynek kell lennie. And in the baptism, you remember? És a keresztségben emlékszel? When Jesus was baptized in the River Jordan. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán vizében. And he came up, what happened? És följött a vízből, mi történt? The Father spoke. Well, az Atya szólt. The Holy Spirit descended in bodily shape. Míg a Szent Szellem testi alakban szállt Jézusra. Tehát egy galamb formájában. Is Jesus descending on himself? Akkor Jézus saját magára szállt le. And then we got the Father God speak out of heaven. És ugye az Atya Isten pedig szólt a mennyből, son, hogy ez az én szerelmetes fiam, well, akiben gyönyörködöm. We got three persons here. Itt három személy van jelen. Right? Ugye? One God, yes. Egy Isten, igen. One person, no. De nem egy személy. Now we could go on. I mean, we could. Erről beszélhetnénk nagyon sokat. You know, if it was appropriate. But if you're not sure about this, study this. De ha nem vagy ezzel tisztában, akkor tanulmányod. Don't take my word for it. Nem kell az én szavaimat meghallgatnod. Study it in the scripture. I'll tell you, an excellent place to go read is the Gospel of John. Akkor tanulmányozd ezt magadnak, és ajánlom neked, hogy menj el a János evangéliumára. Read the Gospel of John. Olvasd el a János evangéliumot. In fact, you got time for one more of these? Valójában van időtök még egyre ezzel kapcsolatban? Menjünk el János 17-re, és ha elolvasod az egész János evangéliumot, akkor nagyon világos lesz számodra, hogy Jézus nem az Atya, és az Atya nem Jézus, egy Isten, igen, egy személy, nem. János 17. John 17. János 17. Jesus, you understand, is praying. This whole chapter is a record of Jesus' prayer. Itt Jézus imádkozik, ez az egész fejezet följegyzi Jézusnak az imádságát az Atyához. And in John 17:21, és a 21-es versben figyeld. John 17:21, Jesus prayed. Jézus így imádkozott az Atyához. To the Father. And of course, is he praying to himself? És Jézus is itt magához imádkozik? If he's the same person, then he'd have to be. Mert hogyha ugyanaz a személy, ha ugyanarról a személyről van szó, akkor így kéne lennie. How many remember things like this? He said, "I came down from heaven, not to do my own." Hányan emlékeztek ezekre az igékre? Azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratját cselekedjem.
but the will of him that sent me. Hanem azért, aki küldött engem. He went on to say this. He said, I didn't come from myself. I didn't send myself. És a Jézus azt mondta, hogy nem magamtól jöttem, és nem magam küldtem magamat. But the Father, he sent me. Hanem az Atya küldött engem. I do always those things that please him. Mindig azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek és tetszenek. How can they be the same person? Hogyan lehetnének akkor egy személy? And in verse 21, he says that. És a 21-es versben így szól Jézus. They all may be what? Hogy mindnyájan milyenek legyenek? Egyek legyenek. Who? Kik? Who's he talking about? Kiről beszél itt Jézus? He's talking about you and me. Rólad és rólam. That we all may be one. Hogy mindnyájan egyek legyünk. How? Hogyan? As you, Father, amint te én bennem, Atyám, are in me, and I in you, és én te benned, that they also may be one, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, in us. Is he praying that you and I and all the body of Christ, all the believers in the body, would be one, even as, just as he and the Father are one? Úgy arról imádkozik itt Jézus, hogy te és én és ez egésznek Krisztusnak a teste egyek legyünk úgy, ahogy az Atyak Jézussal egyek. Then is he praying that you and I become one person? És azért imádkozik itt Jézus, hogy te és én egy személyé váljunk. Huh? Nem. Are we going to eventually meld into one great cosmic consciousness? Hogy beolvadunk-e mindannyian egy hatalmas kozmikus tudatba? And there'll be no more Keith and no more. És nem lesz többé Keith. Mo. Nem lesz Mo. No more Rick. No. Nem lesz Rick sem. No more Dave. És Dave sem. No more Susie and nem Bob. Nem lesz Susie sem és Bob sem. It's just all. One per- no. Csak egy személy lesz az egész. No. Nem. No. Nem. No. Nem. I said no. Azt mondtam, hogy nem. God made you and I. Isten téged és engem úgy teremtett, individuals. Hogy külön álló személyek legyünk. We'll always be individuals. Mindig is külön személyek leszünk. But can we be one? De lehetünk-e egyek? Yeah, igen. What is it, 6:17? Az 1 Korintus 6:17. He that is joined unto the Lord. Aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Have you been joined unto the Lord? Egyesültél az Úrral? Does that mean you are the Lord? Azt jelenti ez, hogy te az Úr vagy? You and he are the same person. Te és ő egy személyek vagytok? It's not trick questions. Ezek nem trükkös kérdések most. The answer is no. A válasz nem. No. Nem. No, you're not the Lord, he's not you. Te nem vagy az Úr, és az Úr sem te. But you're one. De egyek vagytok. There is a oneness. Van egy egység. Right? Ugye? God the Father. Az Atya Isten. God the Son. A Fiú Isten. God the Holy Spirit. És a Szellem, Szent Szellem Isten. Are one God. Egy Isten. Not one person. De nem egy személy. Now in the scripture that we just read, he said, "Now the grace of our Lord Jesus Christ." Tehát ebben az igében, amit olvastunk, hogy a Jézus Krisztusnak a kegyelme, the love of God, Istennek szeretete, communion, és a Szent Szellem közössége, of the Holy Spirit be with you, be with you. Mindnyájatokkal. Your Spirit be with you all. Legyen a ti szellemetekkel. Everybody say communion. Mindenki mondja hangosan, hogy közösség. Of the Holy Spirit. A Szent Szellem közössége. Can you commune with him? Tudsz-e közösségben lenni vele? Can you fellowship with him? Can you get to know him? Megismerheted-e őt? Hmm? Absolutely. He is a knowable person. Ugyanis ő egy megismerhető személy. But you're not going to even try to get to know him if you think he's an it. De akkor még csak meg sem fogod próbálni, hogy megismerd őt, ha azt hiszed róla, hogy ő egy dolog. Egy személytelen tárgy, vagy egy dolog. Erő. Huh? Ugye? You can't fellowship with this chair. Nem tudsz közösségben lenni ezzel a székkel. This chair is an it. Mert ez a szék egy tárgy. What constitutes? What makes up a person? Miből áll egy személy? I'd say these attributes for sure. A person has a mind. Ezeket a tulajdonságokat most nagyon bátran mondom, egy személynek van elméje, right? Ugye? Has a will. Van akarata. Has emotions. Vannak érzelmei. Has words. Vannak szavai. And actions
tettei, and reactions, a reakciói. Does the Holy Spirit have all this? És a Szent Szellemnek vajon megvan minden? Does he have a mind? Van-e a Szent Szellemnek elméje? Does he have a will? Van-e akarata? Does he have, for lack of a better word, emotions? Vannak-e érzelmei? Yeah, igen. Hadd bizonyítsam ezt be neked. Go to, menjünk el együtt. Romans. A Róma levélben. Go back to Romans 8. Menjünk vissza Róma 8-ra. Now, I know I'm laying some foundation here and most I'm giving you a alapokat fektetek itt. You have to understand I used to teach in a Bible school. So meg kell értened, hogy én egy Biblia iskolában tanítottam. Sometimes that comes back on me. És néha ez tükröződik rajtam. But I like knowing that I'm standing on something solid, don't you? De szeretem tudni, hogyha valami szilárd alapon állok. Te nem így szereted? Not somebody's theory or nem valakinek a teóriája. Show me the scriptures. Tudni akarom, mutasd meg nekem az igét. Right? Ugye? Not what you think. Nem azt, amit te gondolsz. And the Holy Spirit. És a Szent Szellem. I know, you know, I've had people more than once come up to me and say, what about this Holy Ghost business? És nagyon sokszor tudom, hogy amikor az emberek odajönnek hozzám és így kérdezik, mi a helyzet ezzel a Szent Szellem dologgal? What is it? Mi az? And you know right away, they don't know him. Azon nyomban tudod, hogy nem ismerik őt. At all. Egyáltalán. And by the way, people refer to the Holy Spirit. És azáltal is tudod, ahogy az emberek utalnak a Szent Szellemre. The Holy Spirit is a person, is a divine person. A Szent Szellem az egy személy, egy isteni személyiség. He ought to be reverenced. És ezért meg kell őt tisztelni. Ought to be respected. Tisztelni kell őt. Amen. Ugye? And treated as God. És úgy kell kezelni, mint Istent. For he is. Mert ő az. God the Father is God. Az Atya Isten, Isten. The Lord Jesus is God. Az Úr Jézus Isten. Amen. Ugye? And the Holy Spirit. És a Szent Szellem. Just as much God. És ugyanolyan Isten. As is the Lord Jesus, as is the Father. Ahogy az Úr Jézus, és ahogy az Atya. And you can know him. He can be. És megismerheted őt. As real to you. És olyan valóságos lehet számodra. As touching your hand. He can mint ha megtapintanád a saját kezedet. He is real to you and more so than any human person you've ever known. Valóságosabbá válhat számodra a Szent Szellem, mint bárki más, akit itt ismersz itt a Földön. And he bármely más emberi lény. Literally knows everything about everything. És ő szó szerint tud mindenről mindent. And he's in you 24/7. És ő benned van a nap 24 órájában. And so potentially you have access to this knowledge. És éppen ezért van hozzáférhetősi lehetőséget ehhez a tudáshoz. For the Bible says 1 John 2:20. Mert az ige azt mondja az 1 János 2:20-ban. You have an option. That word means a hogy keneted van. Anointing. What is that anointing? The Holy Spirit. Keneted van a Szenttől. He's in you. Mert ő benned van. He is the anointing. Mert ő a kenet. A Szent Szellem. The anointing is a person. A kenet az egy személy. Yeah. You understand that? Érted ezt? Yeah. Well, I got the power. I want the power. Hát sokan azt mondjátok, nekem kell ez az erő, én ezt az erőt akarom. Act this little guy. Do you think that was funny? He said, you better watch out. I got the power now. Mint most eszembe jut ez a kis fickő, aki azt mondta, hogy most már vigyázzatok, mert most megkaptam ezt az erőt. Well, he does now, but he's gonna have. Igen, igen, megvan neki ez az erő. He taught a little bit about. De egy kicsit kell róla tanulnia is. But, you know, I just want the power. Well, what is it? Mert azt mondjátok, hogy nekem kell ez az erő. Mi ez az erő? Power. Mi ez az erő, amiről beszélünk? A kenetet akarom, a kenetet akarom, mondjátok. De mi a kenet valójában? A kenet, az erő, az egy személynek a megnyilvánulása. Amikor dicsérjük Istent, és imádjuk őt, és érzékeljük az ő jelenlétét. He's real to us. És ő valóságos számunkra. We sense the peace of God. Amikor érezzük Istennek a békességét. We sense the joy of the Lord sweeping over us. Amikor érezzük, hogy az Úrnak az öröme végig söpör rajtunk. We're sensing a person. That's a person. Akkor egy szemét érzünk, mert ő egy személy. Amen. Amen. That's kind of a
challenging to our thinking because ez a kihívás a gondolkodásunk számára. He is not limited to one corporal form. Ugyanis a Szent Szellem nincs korlátozva egy bizonyos megadott formához. Every time you see us, it's us in the same body. Minden egyes alkalommal, amikor minket látsz, akkor mindig ugyanazt látod. Valaki egy testben. But him, de ő a Szent Szellem. He's a person, ő egy személy. But one time he appears as a dove. De egyszer úgy jelenik meg, mint egy galamb. He's not a dove. De ő nem egy galamb. He appeared in the shape and form of a dove. Hanem a galamb formájában jelent meg. He also has appeared as fire. Ugye, és megjelent tűzként is. Fire. Tűzként. Fire. Beszélő tűzként. As a cloud. Felhőként. Numerous manifestations. Számos megnyilvánulása van a Szent Szellemnek. És éppen ezért gondolom azt, hogy az emberek össze vannak zavarodva, hogy hogyan lehet ez egy személy. De ő egy személy. Hányan tudjátok, hogy Mózes beszélt a tűzhöz? The fire talked back. És a tűz visszaszólt. So he could show up in any number of manifestations or forms. Éppen ezért a Szent Szellem előjöhet bármilyen megnyilvánulási formában. De és ugyanarról a személyről van szó. Are you in Romans? Római levélben vagytok? Mind, egy személynek van elméje, and will and emotions, akarata és érzelmei. Into, és nagyon sok betekintést fogunk kapni ebbe, how he leads and guides us, hogy hogyan vezet ő minket, hogyan irányít, talking about these things. Csak úgy, hogy erről a ezekről a dolgokról fogunk beszélni. Az egyik dolog, ami fog neked ebben segíteni, ahogy erről tanulunk, is to remind yourself that he is the second comforter. Ha mindig emlékezteted magadat arra, hogy ő a második vigasztaló. We studied this last week, right? Ezt múlt héten tanultuk, ugye? Jesus said, you know, when he told them I'm going away, Jézus ugye azt mondta, hogy elmegyek, és nagyon elkeseredtek a tanítványok. No, listen. És azt mondta nekik Jézus, hallgassatok ide. It's better for you. It's expedient. Jobb neked, hogyha elmegyek. You, that I go away, because if I don't go away, ugyanis ha nem megyek el, the comforter will akkor come. A vigasztaló nem jön el. He said, but if I go away, I'm gonna sin, I'm gonna pray the Father. De hogyha elmegyek, akkor elküldöm, imádkozom, kérem az Atyát. He's gonna send you another comforter. És az Atya küld nektek egy másik vigasztalót. Another means one of the same kind. És egy másik az azt jelenti, hogy valaki csak egy más valaki. So when we're talking about how can we commune and fellowship, what kind of relationship can we have with the Holy Spirit? És éppen ezért a kérdés az, hogy hogyan lehetünk közösségben, és milyen közösségünk lehet a Szent Szellemmel. Here's the type. És itt van egy formája ennek. What kind of relationship did Jesus have with his disciples? Milyen kapcsolata volt Jézusnak az ő tanítványaival? Because he was the first comforter. Mert ő volt az első vigasztaló. That's the kind of relationship we can have with the Holy Spirit. És nekünk is ugyanez a kapcsolatunk lehet meg a Szent Szellemmel. And he said it's even better. És az Úr azt mondta, hogy ez még jobb. Because he's not just with us. Mert ő nem csak velünk van, hanem ő bennünk van. Amen. Amen. So when you say, well, what can I do with the Holy Spirit? What can he do with me? Azt kérdezed, hogy mit tudok én a Szent Szellemmel kezdeni, mit tud ő velem kezdeni? Ask yourself the question. Kérdezd meg magadtól ezt. Did Jesus and his disciples do that? Jézus és az ő tanítványa is ezt tették? How did they do it? Hogyan tették ők? Because we have that available to us. Ugyanis számunkra is ez a dolog elérhető, és még jobb. Could they talk to Jesus? Beszélhettek Jézussal? Could they ask him a question? Megkérdezhették őt valami felől? Then can you talk to the Holy Spirit? Akkor te beszélhetsz-e te a Szent Szellemmel? Yeah. Can Igen. You ask him a question? Kérdezhetsz-e tőle valamit? Now technically you don't pray to the Holy Spirit. Valójában te nem imádkozol a Szent Szellemhez. You pray to the Father. Hanem az Atyához imádkozol. In the name of Jesus. Jézus nevében. Well, so what's the difference? És kérdezheted, hogy mi a különbség, well, hogy hozzá beszélek vele, vagy imádkozok hozzá. If you talk to me, are you praying to me? Hát, a különbség annyi, hogy ha te velem beszélsz, akkor imádkozol hozzám? Nem. No. Nem.
You see what we're talking about? Erről beszélünk. But can you talk to him? De beszélhetsz-e hozzá? Can you say Holy Spirit? Mondhatod azt neki, hogy Szent Szellem. What's wrong with this transmission? Mi a rossz ezzel a sebességváltóval? Holy Spirit? Szent Szellem? Show me what color matches this carpet. Mondd meg, milyen szín illik ehhez a szőnyekhez. He's the best interior decorator. Ő a legjobb belső dekoráció tervező. In the universe. Az egész univerzumban. He's the best tractor mechanic. Ő a legjobb traktorszerelő. In the universe. Az egész univerzumban. Ugye? Best hairstylist. Ő a legjobb fodrász. In the universe. Az egész univerzumban. He is. Ő az. He knows everything. Tud mindent. About everything. Mindenről. And he's inside you. És ő benned van. Right now. Most. Today. Ma. Have you been taking advantage? Vajon hasznot húztál-e magadnak ebből? Of his help. Az ő segítségéből. Yeah, you're right. Kihasználtod-e azt? But just to be thinking this way is progress. De ha már, csak már így elkezdesz gondolkodni, már az előrelépés. Amen. Ugyanis tudatában vagyunk neki, az ő jelenlétének. Mo, hang your Bible, Miss Sharon, stand up here just a minute. Mo, légy szíves, add oda a Bibliádat a feleségednek, és gyere, állj ide mellém. Let's say Brother Mo is going to represent. Mondjuk azt, hogy Mó testvér fogja elképezni egy keresztény testvért, és én leszek a Szent Szellem. Now, Mo's been born again, he's been filled with the Spirit, so I am with him and in him. Mo beteljesedett a Szent Szellemmel, újjászületett, és én, mint a Szent Szellem, bele vagyok és benne vagyok 24/7. A nap 24 órájában. But let's just say that Mom just walk around and go about your business. És Mom csak így most járkálj össze-vissza és tedd a dolgodat. And I'm with him everywhere he goes. És én vele vagyok mindenhol, ahová megy. And he's got to deal with this, but so he thinks and tries to figure out how to do it. És most van neki egy probléma, amit meg akar oldani, és gondolkozik, mit tegyen. And he makes a decision. És hoz egy döntést. But you know, it didn't turn out too good. But he. És nem jó sikerült. Goes on, and he asks these folks, what do y'all think I ought to do? És aztán megy össze-vissza, és megkérdezget mindenkit, hogy mit gondolsz erről, mit tegyek, a másikat is megkérdezi. And what do you think I ought to do? And I'm like. És én csak itt állok. Én tudom, Mo, hogy mit kell tenned. Nézz ide, én tudom, mit kell tenned. De ő soha nem néz rám. Soha nem vizsgálja meg ezt a dolgot velem. És én egy gentleman vagyok. Én egy úriember vagyok, és nem fogom magamat rákényszeríteni, ha nem akarja tudni, akkor nem mondom meg neki. If he doesn't ask, what the Bible say, you have not because. Ha nem kérdez meg engemet, mit mond a Biblia? Miért nincs neked? Mert azért nincs nektek, mert nem kértek. And so he goes through his life and he makes his decision and he goes and buys a car. Ezért keresztül megy az életén, meghozza a döntéseit, vesz magának egy autót. And he gets a lemon. És ahelyett egy kicsi autót kap. And the whole time. Egy roncsot. I knew it was a bad car. És én egy egész idő alatt tudtam, hogy ez egy rossz autó lenne. I would have told him. És megmondtam volna neki. But he didn't ask. De nem kérdezte meg. Huh? Didn't ask. Nem kérdezett meg róla. He goes over here and he talks to this relative about this. Elmegy ide és beszél ezzel az ismerőssel. And it goes badly and it blows up in his face. And I would have told him. És az egész majdnem, hogy fölrobban az egész autó, pedig én elmondtam volna neki. Don't talk to them today about that. És vagy az illető, akivel beszél, az idegességtől majd szétrobban, pedig én elmondtam volna neki, hogy ne tegye azt. But he didn't ask. De nem kérdezett meg. So I didn't tell him. Ezért nem mondtam meg neki. And he goes through his life, and he goes through his life, and all the time I'm over here. És az egész életén keresztül megy, és én mindvégig itt vagyok vele. And I know everything. És én tudok mindent. And I'd be glad to tell him. És nagyon örülnék, ha elmondhatnám neki. But he's not even checking in. De ő csak, még csak soha rám sem tekint. He's got to acknowledge me. El kell, hogy ismerjen engem. Is that right? Ugye? He's got to acknowledge I am here. El kell ismernie, hogy én itt vagyok. Föl kell ezt ismernie.
And he's got to ask me. És meg kell kérdezni engem. And listen. És meg kell hallgatnia. Are you with me? Velem vagy? This is the first big step. Ez az első nagy lépés. Thank you, Brother Mo. Köszönöm, Mo testvér. But he doesn't live like that. De ő nem így él. He's spirit led. Mert őt a szellem vezeti. Amen. Ahelyett, hogy a feje vezetné. Vagy az emberek vezetnék. Vagy a szükség vezetné. A gondok vezetnék. Nem így. A legtöbb embert a világban ez vezeti. Vagy az érvelések, vagy a körülmények vezetik. Vagy az érzelmek. De minket a szellem vezet. Nem mondta mindenki elég hangosan, de minket a szellem vezet, a Szent Szellem. Ezért meg kell vizsgálnod, ezt is meglátnod, mondd-e neked valamit a Szent Szellem. Kérdezd meg őt, nézd rá, vizsgáld meg. Egy kicsit előre megyek most. Lehet, hogy hónapokon keresztül fogok ezen erről tanítani. És akarok nektek adni három dolgot, ami teljesen meg fogja újítani az egész életeteket ezen a területen. És nem a magam gondolatait akarom most elétek tárni, hanem azt, amit az Úr adott nekem. Amit az ige mond nekünk. És az Úr segíteni fog neked, hogy érzékenyebb legyél a Szent Szellemre, mint valaha is voltál. Az első pont. Or depending on where you're from, ara. The three R's. Az angolban most az első három betűjét mondja ennek a három szónak, az angolban három R betűről van szó. The first one is realization, or just say realize. Az első az a tudatosítás. Realize. Az, hogy tudatosítod. The second one is reverence. A második az, hogy megtiszteled. And the third one is és a harmadik respond. Az, hogy válaszolsz, reagálsz. To be very sensitive to the Holy Spirit and to be led all the time. Ahhoz, hogy érzéken legyél a Szent Szellemre, és hogy mindig vezessen téged, you must realize, akkor tudatosítanod kell, he's there, hogy ő ott van, how he works, now, és hogy hogyan működik. You must reverence him. És aztán meg kell őt tisztelned. He is a person, mert ő egy személy. Any person. De és nem olyan személy, mint bárki más. He's a divine person. Hanem ő az isteni személy. Ő Isten. He ought to be reverenced and respected. És éppen ezért meg kell őt tisztelni a megfelelő módon. That's all the time. That's not just a church. Mindig, nem csak a gyülekezetben, hanem mindenütt. That's when you're looking to him and listening to him on a Tuesday afternoon on the job. És éppen ezért kedd délután is őrá hallgatsz, és megtiszteled őt a munkahelyeden, és hallgatsz rá. És harmadszor válaszolnod kell neki, reagálni. Másként mondani, meg kell nyílnod neki. De nagyon sokan használják ezt a kifejezést, és nem tudják, miről beszélnek. You must respond to him. Válaszolnod kell neki. Said out loud, realize, mondd hangosan, hogy tudatosítani, reverence, megtisztelni, respond. És válaszolni. You get well established in these three areas. Ha ebben a három dologban jól megalapozod magad, and I assure you, akkor biztosítalak afelől, hogy növekedni fogsz, és sokkal érzékenyebbé válsz a Szent Szellemre, mint azt valaha is gondoltad volna. És a Szent Szellem csak suttogva mond neked valamit, és olyan tisztán fogod hallani, mint hogyha valaki hangos bemondó mondta volna neked. Amen. Csak egy picit fog veled a Szent Szellem foglalkozni, és már akkor tudod, hogy az ő. And you do understand, if és megérted-e azt, you and I were led by the Holy Spirit, hogyha téged és engem a Szent Szellem vezetne mindig, 100% of the time, 100%-ig, we'd never make a mistake. Soha nem követnénk el hibát.
Tudatában vagy ennek? You'd never mess up. You'd never soha nem okoznál zavart. Never make a bad investment. You'd soha nem fektetnél be rossz dolgokba. You'd never cause problems in your family. Soha nem okoznál gondot a családodban. If you were led by the Spirit, ha a szellem vezetne téged. All the time. Mindig. Obviously people are not. Nyilvánvaló, hogy az embereket nem a Szent Szellem vezeti. De mi növekedhetünk ebben is fejlődhetünk. Now, in Romans 8, are you still there? A Róma 8-ban ott vagytok még mindig? Romans 8. Róma 8. And 27. A és a 26. vers. Has a mind. Is that right? Egy személynek van elméje, ugye? And it, an impersonal, inanimate object does not. És az élettelen tárgyaknak nincs elméje. That seat does not have a mind. Ennek az ülésnek például nincs személye. Vagy ennek a zongorának. Vagy ennek a mikrofonnak. De egy személynek van elméje. Van-e a Szent Szellemnek elméje? Azt mondja itt az ige, ugye? Róma 8. 27-es vers, bocsánat. Aki pedig, mindenki mondja, hogy aki, beszélve itt a Szent Szellemről, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata. Az angolban úgy van, hogy az elméje. Mert Isten szerint esedezik a szentekért. Mondjuk hangosan a Szent Szellem elméje. The mind of the Spirit. A szellem elméje. Now, in Romans 8, a Róma 8-ban a 14-es versben olvastuk, hogy mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. A 16-os vers azt írja, ez a szellem bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt. Hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez egy nagyon hatalmas dolog, ahogy ő vezet minket. You are a spirit. Te egy szellem vagy. You have a mind. Van egy elméd. You live in a body. You're not. És testben élsz. A mind. Te nem vagy az elme. Your mind is something you have. Az elme egy olyan dolog, amit neked van. People who don't know God and don't know the Bible. Azok az emberek, akik nem ismerik Istent és a Bibliát. They portray us as mind and body. Úgy festenek le minket, mintha elméből és testből állnánk. And sometimes they look on the brain with such reverence, say, look what this couple. És néha olyan tisztelettel tekintenek az agyra. Pounds of flesh, all the amazing things it has produced. És azt mondják, hogy nézd meg ezt a darab kis húsdarabot, vagy egy anyagi dolgot, ami ilyen sok csodálatos dologra volt képes. Hogy az űrhajókat föltalálta, hogy a repülőgépeket föltalálta. Nem az agy találta ki. Nem. Mert ez egy hústest. Az a hústestnek a része. És ne érts félre, bizony csodálatos dolog az, hogy van agyunk. De az agy magában az egy fizikai szerv, amelyen keresztül a te elméd működik. Mert az agy az nem az elme valójában. Az igazság az, hogyha a te agyadat operáción vagy orvosi beavatkozás által eltávolítanák, a fejedből, attól még nem veszítenéd el az elmédet. Még mindig te lennél, még mindig meg lenne az elméd, az összes tudásod, az a memóriád, az emlékezeted, csak nem lennél képes azt kifejezni a testeden keresztül a külső világ felé. És éppen ezért azok az emberek, akiknek mindenféle szívrohamaik voltak, vagy baleseteik voltak,
és az agyuk megkárosodott, they didn't lose their mind, attól még nem vesztették el az elméjüket. Mindent tudnak, és mindenről tudnak, csak nem tudják azt kifejezni itt a világban. Nem tudják kifejezni. És amikor a te tested meghal, és amikor szétbomlik az agyad a földben, akkor te már nem leszel ott. Ha üdvözültél, akkor a mennyben leszel, és a te elméd az veled lesz. Studying for certain things. Nagyon emlékszem az iskolában, amikor valamire tanultam. You know, they tell us, you know, we got X amount of brain cells. Akkor elmondják nekünk, hogy ennyi meg ennyi agysejtünk van. And that we don't use most of them. És hogy a legtöbbnyi részét abból nem használjuk ki. De néha úgy érezted az iskolában, hogy mintha minden sejtetben lett volna már valami. Hogy próbálok tanulni. Tudjátok, miről beszélek? Amikor próbáltunk a vizsgákra tanulni, próbáltunk, és már tele volt az agyad. De ez így helytelen. There is no limit. Ugyanis nincs korlát. Nincs korlátja annak, amit a te elméd képes megtanulni, vagy megérteni, vagy emlékezni dolgokra. Mert a te elméd az nem a te agyad. A te elméd az korlátlan. We're going to learn with our mind from God throughout eternity. És meg fogjuk ezt tanulni az Istentől kapott elménken keresztül, az örökké valóságban. Amen. Amen. But de have a mind. Van elmém. Nekem is van elmém. Well, what do we do with our mind? És mit teszünk az elménkkel? We think. Gondolkozunk. We have thoughts. Vannak gondolataink. Does the Holy Spirit have thoughts? És van a Szent Szellemnek gondolata? Does he have a mind? We just got through reading. Van-e elméje? He has a mind. Épp most olvastuk, hogy van elméje. But now here's the thing. De itt a dolog. You know, it talks about the communion of the Holy Spirit, the fellowship of the Holy Spirit. Amikor az ige a Szent Szellemmel való közösségről beszél. But he is a person. Ő egy személy. How do I fellowship with the Holy Spirit? Hogyan tudok közösségben lenni a Szent Szellemmel? Well, how do you fellowship with other persons? Miért? Hogyan vagy közösségben más emberekkel? How could you and I fellowship? How do you fellowship with your spouse? Hogyan vagy közösségben például a hitveseddel? Friend, or your brother? Vagy a barátaiddal, vagy a testvéreddel? Well, you have to be in their presence. Az ő jelenlétükben kell lenned, ugye? Ahhoz. Some way or another. Így vagy úgy. Either personally or by phone. Vagy személyesen, vagy telefonon keresztül. You know, some kind of telecommunications or something. Vagy bármi másként. Tudatában kell lenned az ő jelenlétüknek. Vagyis egy szóval tudatosítanod kell azt, hogy ők ott vannak. Nem fogsz próbálni velük beszélni, hogyha nem hiszed azt, hogy ők ott vannak. Hinned kell azt, hogy ők ott vannak. Literally means sharing. És a közösség valójában azt jelenti, hogy megosztasz valamit valakivel. A sharing in common. Valamitek közös, más szóval. And so when you and I commune, we share. És éppen ezért, amikor te és én közösségben vagyunk egymással, akkor megosztunk valamit egymással. Having a meal together is például együtt elmegyünk enni. Illustration. Ez egy tökéletes ábrázolása ennek. Because we sit down at the same table, mert leülünk ugyanahoz az asztalhoz, és mindketten ugyanarról abból a dologból eszünk. Right? Ugye? You pass the potatoes around, and we put some on your plate. Körbeadod a krumplit például. And we dip some out of the same bowl, and we put it on my plate, and so you're eating potatoes. És veszek én is a tányérból, aztán odaadom neked, te is veszel, és azért te is krumplit eszel, én is krumplit eszek. And we both got potatoes in us. És mind a kettőnkben krumpli van. Right? Ugye? Because we shared potatoes. Mert megosztottuk egymással a krumplit. But oftentimes, I mean, it's rare that
De nagyon ritka az, hogy amíg mi megosztozunk ezen a krumplin, hogy a szavainkon is megosztoznánk. Right? Ugye? We're talking about a topic, a subject. Beszélünk a témáról. And see, words are important, but words mean nothing unless they convey a thought. Ugye, és a szavak azok fontosak, de a szavak nincs értelmük akkor, hogyha nem hordoznak magukban gondolatokat. You might want to write this down too. Lehet, hogy ezt le is akarod írni. When it comes to people, amikor, this will help you tremendously. Ez nagyon fog segíteni, amikor emberekről van szó. When it comes to people, you haven't communicated until someone understands. Akkor igaz ez az állítás, hogy addig nem kommunikáltál helyesen, amíg ők nem értik meg, hogy mit akartál mondani. Let me go over that slowly. Hát ezen még egyszer nagyon lassan átmegyek, jó? I said, when it comes to talking to people, amikor az emberekkel beszél, you haven't communicated, akkor nem helyesen kommunikáltál, until someone understands. Amíg valaki meg nem érti, hogy mit mondtál. Well, I told them exactly what I wanted. Yeah, but what did they hear? De mondhatod, de igen, én pontosan azt mondtam, amit akartam. Igen, de ők mit hallottak meg abból? What did they understand? Mit értettek meg abból? I don't care how clear it was to you. Na, mindegy, hogy milyen világos volt a számodra. If they didn't understand what you were thinking, hát ők nem értették meg azt, hogy te mire gondolsz, you haven't communicated. Akkor nem megfelelő módon kommunikáltál. Yeah, but I told them, did you? Igen, de én megmondtam nekik valójában. Valóban megmondtad. And the more you learn how to be led by the Spirit, és minél inkább megtanulod, hogyan vezessen téged a Szent Szellem, akkor fogod tudni a belsődben, hogy mikor van az, amikor az emberek nem értették meg, amit mondtál nekik. Tudod, ez az én munkám, és éppen ezért tudom, hogy miről beszélek. But I've been exercising at this for decades now. De évtizedek óta gyakorlom ezt már. And I started one-on-one. És kicsiben kezdtem. And I had to learn that just because I told somebody something doesn't mean they got it. És meg kell tanulnom, hogy csak azért, mert valakinek valamit elmondtam, nem azt jelenti, hogy meg is értette, amit akartam. And just because I talked for an hour didn't mean they received anything. És csak azért, mert egy óráig beszéltem, az nem azt jelenti, hogy megértették. But the Holy Spirit knows. De a Szent Szellem tudja. If somebody's understanding, hogy valaki megértette, if they're receiving, hogy megkapta ezt a dolgot. If they're not, and if you grow more aware of him, és ha minél inkább tudatában leszel neki, then you'll know too. Akkor te is fogod tudni. I said, you'll know too. Te is fogod tudni. And you'll know, I said it the wrong way. Let me say it like this. Nem a megfelelő módon mondtam. Hagyd mondjam el még egyszer. Let me use this word. Hadd használjam ezt a szót. Let me use this example. Ezt a példát. And so there is a limitation on all of our understanding, all of our vocabulary. Tehát van korlátja a megértésünknek, a szókincsünknek. Limitations. Vannak korlátok. But what if? Now you might not, Rick might not like this at all. Lehet, hogy Rick testvéremnek ez nem fog tetszeni. But what if we could take my mind mi lenne akkor, hogyha vennénk az én elmémet out of my brain, az én agyamból, and put it in his brain, his mind. Somebody said it, és betennénk azt Rick agyába. Wouldn't fit. I didn't say brain. Valaki azt mondhatja, igen, de nem férne bele. Nem az agyról beszélek, hanem az elméről. We're not putting two brains, minds. Nem két agyat teszek össze, hanem két elmét. Would fit. Akkor, the Holy Spirit is in you. Akkor az össz elférne egymás mellett, ugyanis a Szent Szellem benned van. Isn't it? Ugye? You didn't expand when he got in. Now, és nem kellett kiszélesedned ahhoz, hogy ő beférjen. It was because of your diet, not because of him. És nem mondhatod azt, hogy azért, mert diétáztál, nem ezért volt, hanem ő miatta. That's why I gained all that weight after I got filled with oil. Nem mondhatod azt sem, hogy ezért szedtem fel olyan sok kilót, mert beteljesítettem a Szent Szellemmel például. No. Nem. No. Ez így nem helyes. Spirit, two spirits can occupy the same space. I don't know, it's interesting, but it's fact. And
If my mind a féle szellem ugye nem foglalhat el egy szemét, úgy mondta, hogy ez az igében van. Nem tudom, miért van ez ide, ez így van. Például a Szent Szellem is az egy gonosz szellem. Nem vehetik be ugyanazt a szemét. Was in Rick's brain with his mind. Hogyha az én elmém Rick agyában lenne az ő elméjével, words would be unnecessary. Akkor a gondolatok, vagyis akkor a szavak, azok fölöslegesek lennének, ugye? Ugye? Spoken words, a kimondott szavak, would be unnecessary. Akkor fölösleges lenne. Wrangling and talking for an hour trying to explain something? Beszélni egy órát valamiről és próbálni azt elmagyarázni, unnecessary. Akkor az nem lenne szükséges. If I thought it, and my thoughts in his mind too, he knows what I thought. Hogyha én valamit gondolnék, és az én elmém az ő elméjében lenne, akkor ő tudná, hogy én mit gondolok, ugye? He could pick up a thought from my mind. Akkor faster than the speed of light. Képes lenne megérteni egy gondolatot, amit én gondoltam, a fénysebességnél is gyorsabban. Yeah. Ugye? I could communicate whole realms of things to him in split seconds. El tudnék neki mondani nagyon sok minden dolgot egy szempillantás alatt. This is the level of communication that's available to you and I. Ez a kommunikációnak a szintje, amely számodra és számomra elérhető. By the Holy Spirit inside us. Szent Szellem által, azáltal, hogy ő bennünk van. Because he is in our spirit. Mert ő a mi szellemünkben van. And his mind has access to our mind. És az ő elméjének van hozzáférhetési lehetősége a mi elménkhez. And vice versa. And things can come up from our spirit, from his mind, and illuminate our mind. És a dolgok följöhetnek az ő szelleméből, és megvilágosíthatják az ő elméjéből, és megvilágosíthatják a mi elménket. And us just know things. És ezáltal mi csak tudni fogunk dolgokat. Are you getting this, friends? Érted, hogy miről beszélek? Oh, this is wonderful. Ez csodálatos. How did you know? És kérdezted, honnan tudtad? You didn't learn it. Nem tanultad. You didn't reason it out. Nem érvelted ki. You didn't figure it out. How'd you know? Nem jöttél rá csak úgy magadtól. Hogyan tudtad? You just knew it. Csak tudtad. It came from him. Mert őtől lejött. I wrote it down like this one time. Egyszer így írtam le, hiszem, hogy megtalálom ezt a kifejezést. The immediate learning or knowing of something without the conscious use of reason. Tehát a rögtöni tudása valaminek anélkül, hogy tudatosan érvelgetnék arról a dologról. Instantaneous apprehension. Azonnali megértés. The Bible talks about that there's coming a time real soon. A Biblia beszél azokról az időkről, ami nagyon hamar eljön. Until knowledge is gonna pass away. Amikor a tudás az elmúlik, right? In the sense ugye, that we know it. Az értelemben, ahogyan azt mi ismerjük. We're gonna live like this as a corporate family in heaven. És egy egységes családként fogunk élni a mennyben. Yeah. I guess we'll just be knowing all kind of things. És én úgy hiszem, hogy csak úgy fogunk tudni dolgokat. All over heaven. Az egész mennyben. Because we're all linked together with the Father God. Ugyanis mi ott együtt leszünk az Atya Istennel, és egyek vagyunk ő vele. And we're not there yet, but we can taste. És még nem vagyunk ott, de megízlelhetjük ezt. Of the powers of the world to come now. Az eljövendő világnak az erőit mi is megízlelhetjük. We have been given the first fruits or the earnest of our inheritance, which is a measure to enjoy right now. Of the fullness we're going to get later on. Ugyanis már megkaptuk az első zsengét annak az örömnek, amelyet majd ott fogunk élvezni a mennyországban. Annak az örömnek a teljességét. Az 1 János 2:20 azt mondja, hogy keneted van a Szenttől. You have an anointing of the Holy One, and you know all things. Keneted van a Szenttől, és minden tudsz. Does that mean you're omniscient?
jelenti az azt, hogy te minden tudó vagy? De nem, ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a minden tudó az benned van. And you can get all kind of things that you can pick up from him. És nagyon sok minden dolgot meg tudsz kapni tőle, és meg tudsz érteni. And know it. És tudni tudod, ha if mindenki mondja, hogy ha, you know where to look. Ha tudod, hogy hova kell tekintened. If you know how to listen. Ha tudod, hogyan kell hallgatnod. If you're aware of him. Ha tudatában vagy az ő jelenlétének. This is not audible speech. That's why I went through all this. You understand? This is not trying to hear an audible voice, because people get into this. Ne érts félre. Ez nem arról szól, hogy hallható hangokat fogsz hallani. They're trying to see something with mert az emberek próbálnak mindig valamit hallani, meg a szemeikkel látni. They're trying to hear audible. Holy Ghost, show me what to do. And they're waiting to hear something audibly. Amikor azt mondják hangosan a Szent Szellem, mutasd meg, mit tegyek, akkor próbálnak valamit a külső fülükkel hallani. He's a spirit. De ő egy szellem. Right? Ugye? He's not a mind, he has a mind. Ő nem egy elme, de van egy elméje. But he's a spirit. De ő egy szellem. One reason I know so much about this is because years ago, before I got into the ministry. Azért, amiért olyan sokat tudok ezzel kapcsolatban, azért, mert évekkel ezelőtt, mielőtt a szolgálatba álltam volna. The Lord began dealing with me. And I didn't know what was going on in my az Úr elkezdett velem foglalkozni, nem igazán tudtam akkor, hogy mi történik az életemmel. Ez még évekkel azelőtt volt, hogy én, Phyllis és én elhagytuk volna Mississippit, hogy elmenjünk a Biblia iskolába. Egy-két éve voltunk csak házasok. I began to feed my spirit on the word. That's how it started. Elkezdtem a szellememet építeni az igével. Így kezdődött a dolog. Hallottad? I began to get good tapes and good books. Szereztem jó könyveket, jó kazettákat. I began to feed my spirit because elkezdtem építeni a szellememet. If spirit's not fed, it lies weak and dormant. Ugyanis, hogyha a szellemed de nem táplálod rendszeresen, akkor gyenge lesz. És üres. And you're not aware of your own spirit. És nem vagy tudatában a saját szellemednek. And I begin to feed. És elkezdtem. I began to grow and be aware, more aware of spiritual things. And when I did. És elkezdtem táplálni a szellememet, és egyre inkább tudatában voltam Istennek és a szellemi dolgoknak. The Lord started dealing with me. És amikor ez megtörtént, akkor az Úr elkezdett velem foglalkozni. About a call on my life. Hogy van egy elhívás az életemen. And about a plan for my life. És hogy van egy terv az életem számára. I didn't have a clue that I was supposed to be a preacher. Fogalmam sem volt arról, hogy nekem prédikálnom kell majd. Never would have, if you'd have told me, I'd have laughed at you. Ha ezt mondtad volna nekem évekkel ezelőtt, kinevettelek volna. I had another plan. Mert egy másik tervem volt. I was going to be a fighter. Egy harcos akartam lenni. Full contact martial arts. Kontaktusú marshall harcművészetnek nevezik. I loved it. I enjoyed it. Nagyon szerettem, imádtam. And I'd run every day, minden nap futottam, practice every day, minden nap gyakoroltam, and go to school, elmentem iskolába, the martial arts school, and I would teach, ennek a harcművészetnek az iskolájába, ott tanítottam. And then I'd spar everybody that spar me. And this was my plan. I'm going to Japan. És ez volt az én tervem, elmegyek Japánba. And I'm gonna study with the best that there is. És a legjobb tanító mestereket fogom ott megkeresni. What are y'all laughing about? Miért nevettek most? And this is an interesting side thought. Ez egy nagyon érdekes mellé gondolat most. The Lord got a hold of me. Long at the same time. Az Úr megragadta a figyelmemet ugyanekkor. I'm getting ready. I'm working out of secular employment. Már készülöttem erre az útra, dolgoztam, volt egy világbeli állásom. Where I can spend more and more time on training. I'm getting ready to. És olyan munkám volt, ami mellett egyre több és több időt tudtam fordítani a gyakorlásra. Locate and all that kind of thing. And the Lord got a hold of me. És az Úr megragadott. Thank God. Hála Istennek. Because by this age I'd be. Mert ha elmentem volna, akkor mostanra már nagyon összevertek volna. That's a rough sport, man. Mert az egy nagyon komoly sportember. You know, even when you win, még akkor is, ha nyer. It takes you weeks to get over it, you know. Akkor is hetekbe telik, míg túl jut rajta. So,
God got a hold of me. Isten megragadott. And eventually I saw, no, és aztán beláttam, hogy nem ez az ő útja. And I saw I'm supposed to go this direction. And I asked him, I said, well, Lord. És így gondoltam, Uram, hogy ebbe az irányba kell mennem, és megkérdeztem tőle, hogy Uram, I was willing to go to Japan and the Orient and try to find the best of the best. Én hajlandó voltam arra, hogy elmenjek Japánba és megtaláljam a legjobb mestereket. In martial arts, I'd already been thinking about the great grandson of one of the founders of the style, and I was going to go. El voltam határozva, hogy megkeresem a legjobbakat, és ennek a harcművészetnek a legjobb mestereit, és el voltam határozva abban is, hogy hogy az unokáját fogom megkeresni az alapítójának ennek a stílusnak. Hogy ott fogok élni, és alattuk fogok tanulni. Said, so Lord, és azt mondtam, hogy Uram, help me out with this. Segíts nekem ebben. I'm going another direction, ma'am. Most elindulok egy másik irányba. So I'm ready to do this. És ez kész vagyok, hogy ezt megtegyem, érted? Hook me up with the right person that knows the most about this. És ezért kapcsolj össze a megfelelő emberrel, azzal, aki legtöbbet tud ezekről a dolgokról. És miután ezt kimondtam, kevesebb mint egy év után. I was sitting at the feet of Dr. Kenneth Hagin. Dr. Kenneth Hagin lábai alatt ültem. Had served and trained under him for 20 years. És 20 évet töltöttem alatta, hogy ő képzett engem és őtőle tanultam. And no doubt in my mind that a lot of these areas we're talking about, he is one of the best. No. És kétség nincs az én elmémben afelől, hogy ezekről a területekről, amikről most beszélünk, ő volt az egyik legjobb tanítónak akkoriban. No question about it. Efelől nincs kétség. As far as knowing and understanding. You know, when it comes to things about being led by the Spirit. Amikor arról van szó, hogy a Szent Szellem vezet téged, és ezekről a dolgokról. Nagyon kevés embernek van megértése erről. That the Lord gave him. If you haven't read. Az olyan megértése, amilyet az Úr Hagennek adott. His book, I highly recommend it to you. It's a little white book. Nagyon ajánlom, hogy olvassátok el az ő könyvecskéjét, a fehér könyv, aminek az a címe, hogy hogyan vezet minket Isten Szelleme. Book with the dove on the front. How to be led. Egy ilyen kicsi galambocska van a könyv elején. Ott van hátul a pultnál, megtaláljátok. Szerezzétek meg ezt, tápláljátok magatokat. Olvassatok róla. Nagyon sokat segített nekem. És mielőtt ezt még megtanultam volna, soha nem figyeltem erre. But now we're looking. De most már figyelek erre. Miről beszéltem, mielőtt én letértem erre megint? Igen, el akartam ismételni ugyanazt azt a kifejezést nektek, ugye? The immediate learning or knowing of a rögtöni megtanulása és tudása valaminek without the conscious use of reason. Az érvelésnek a tudatos használata nélkül. Instantaneous azonnali megértés. Turn to 1 John 2 and we'll close with this. Menjünk el az 1 János 2-re, és ezzel befejezzük. I feel like I just got started. Úgy érzem, mintha most kezdtem volna csak. But you're planning on coming back, right? De ugye tervezitek azt, hogy visszajöttök. Okay. Okay. 1 John. 1 János. 2. I've quoted it several times, but már párszor elismételtem. But look at it in closing. 1 John. De nézzük meg még egyszer, mielőtt befejezzük. And 27. 27-es vers. He says, but the anointing. Azt mondja az igen, és az a kenet, which you have received, amelyet ti kaptatok tőle. John 2:27. The anointing which you have received of him. És ez a kenet, amelyet ti kaptatok tőle. Abides or remains. Bennetek lives, marad, vagy más szóval bennetek lakozik, él. Stays in you. Said out loud, I have an anointing in me. És mondjátok ki hangosan, kenetem van. Kenet van bennem. I have a divine person in me. Egy isteni személy van bennem. He said, and you need not that any man teach you. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. But as the same anointing teaches you. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre. Of all things.
things, and is truth, and is no lie. Úgy igaz is az, és nem hazugság. And even as it hath taught you, you shall abide in Him. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Now that doesn't mean that you should never listen to anybody teach or preach. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem kell senkit meghallgatnod, aki tanít vagy prédikál. The Lord also says He gave gifts to the body. Az Úr adott ajándékokat a gyülekezeti testnek. For this purpose, including teaching and preaching. Ami hogy tanítson és prédikáljon. Well, we must have required it, or He wouldn't have given it to us. Bizonyos, hogy szükségünk volt rá, egyébként nem adta volna nekünk. But here's the thing: we're not just completely dependent on a man or woman to tell us what the Bible means. De valójában erről van szó, nem vagyunk ráutalva másokra abban, hogy mindig megmondják nekünk, hogy mit kell tennünk és melyik ige mit mond. Right? Ugye? This is so. We got the teacher. Mert bennünk lakozik a tanító. We got the author of the scripture. Aki az igének a szerzője. Living inside of us. Bennünk lakozik. And even if some teacher preacher is telling us something. És ha még ha valami prédikátor valamit is mond nekünk. We examine it by. Megvizsgáljuk. By this, the written word. Az ige által. And by the author of the book. És az ige szerzője által. Who lives inside us. Aki bennünk lakozik. And He lets us know. És ő tudatja velünk. If it's right or if it's wrong. Hogy helyes vagy helytelen. Amen. Amen. He lets us know. Ő tudatja velünk. He teaches us. Ő tanít bennünket. Do you have a teacher? Van-e tanítód? Oh, what a teacher we have. Micsoda tanítónk van. The divine teacher. And he goes on to speak. Az isteni tanító. Sorry? Mit mond az ige? Oh, excuse me, back up rather. Back up to the 20th verse. Inkább menjük vissza a 20-as versre. And it says, azt mondja, but you have an unction. És néktek kenetetek van a Szenttől. From the Holy One. And you know, és mindent tudtok. Olvassuk együtt hangosan. But you have, és néktek an unction from the Holy One, kenetetek van a Szenttől, and you know all things. És mindent tudtok. Say it again. Mondjuk el még egyszer együtt. You have, és néktek kenetetek van a Szenttől, of the Holy One, és mindent tudtok. And you know all. Didn't say you heard voices, didn't say you had feelings. Nem azt mondja itt az ige, hogy hallasz hangokat, meg hogy érzéseid voltak. He said what? Hanem mit mond az ige? You know. Tudod. Can you know without hearing anything? Tudhatsz-e valamit anélkül, hogy valamit hallanál? Yeah. Igen. Somebody's mind is inside you. Ha valakinek az elméje benned van. Right? Ugye? You have an unction and anointing of the Holy One. Akkor van egy keneted a Szenttől. And you know, no. És no. Tudsz. You know. Tudsz. All things. Mindent. I was talking about that during that period of my life that I realized that God's dealing with me. He wants me to do something. Beszéltem az életemnek arról a területéről, amikor végre rájöttem arra, hogy Isten foglalkozik velem valamivel kapcsolatban. I didn't know what it was. És de nem tudtam, hogy mi az. And in my immaturity, és az én éretlenségemben I would pray, imádkoztam. And if I said it once, I must have said it scores of times. És szerintem nagyon sokszor elmondtam ezt. Well, Lord, talk to me. Uram, beszélj hozzám. What do you want? Mit akarsz? Szólj hozzám. Tell me. Mondd meg nekem. But then I'm trying to see something with my eyes. És ugyanakkor próbáltam valamit a szemeimmel látni. I'm trying to hear something with my ears. Próbáltam valamit a füleimmel hallani. And see, the more carnal you are, that's the more you gravitate to the natural. És minél inkább testi vagy, annál inkább fogsz a fizikai világhoz húzódni, közeledni. And I mean, there are times I just was so dissatisfied. I mean, I had Phyllis and I are married. És bizony voltak idők, amikor annyira elégedetlen voltam. And a pretty wife. Annak ellenére, hogy volt egy gyönyörű feleségem. I had one of the better jobs in the area. És az egyik legjobb munkahelyen volt azon a helyen. There, I had a fine dog. Volt egy nagyon jó kutyám. Who rode in my pickup? Aki az én pickup autómban szágoldozott velem.
Great big old Doberman. Egy nagy öreg Doberman. And I had a motorcycle. Volt egy motorbiciklim, amit teljesen kifizettem. I had a 1937 Ford Coupe. És volt egy Fordom. Hot rod, paid for. Amit szintén kifizettem. And you know, had reasons to be happy. És volt okom, amiért boldog legyek. But man, I got to the place where I was just so miserable. De eljutottam arra a pontra, amikor annyira rosszul éreztem magam. I didn't want to see anybody. Nem akartam senkit sem látni. I didn't want to do anything. Nem akartam semmit se csinálni. Why? I'm not doing what I'm supposed to be doing. Miért? Azért, mert nem azt tettem, amit kellett volna. I'm so glad the Lord didn't just leave me there. Annyira boldog vagyok, az Úr nem hagyott engem cserben. With my little bitty vision and my. Hogy nem hagyott engem ott azzal a kicsi kis látásommal, ami akkor volt. You know, and he had something else for me. És hogy volt egy más terve számomra. Bigger for me. Oh, glory to God. Valami nagyobb, dicsőség Istennek. But see, and I had to hear him first. De nekem kellett meghallanom őt először. I had to hear one of the first things he got across to me. He dealt with us to go to camp meeting. Az egyik dolog, amivel kapcsolatban az Úr foglalkozott velünk, hogy menjünk el egy ilyen összegyülekezésre. In Tulsa. Tulsában. Once we got out there, he dealt with us to take the tour of the school. És ahogy odaértünk, az Úr foglalkozott velünk, hogy nézzünk körbe az iskolában. We just thought we're going to see the school. Azt hittük, hogy csak megnézzük így az iskolát. Once we got on the campus, the Holy Ghost got on us. De amikor oda kerültünk, akkor a Szent Szellem ránk szállt. You're supposed to come here. És bizonságot tett a szellemünkkel, hogy el kell ide jönnünk. We thought you got to be kidding. És azt gondoltuk magunkban, hogy hát biztos, hogy viccelsz. Got to be. We've never left Mississippi. Some of my. Soha el nem hagytuk Mississippit azelőtt. Friends at the store, I managed this little small shopping center, and some, you know, had the old potbelly stove and part of it. We kept it when we built the new building, and the older guys would sit around. Tudjátok, mi nekünk megvolt az a kicsi kis közösségünk, a mindenki ismerte egymást az üzletben, összegyülekeztünk, sütöttünk, főztünk, beszélgettünk. One of them went to Memphis, which is, you know, just across the state line in Mississippi up north. És az egyikünknek volt alkalma arra, hogy elmenjen egy másik kis városba a Mississippi államon belül. He came back, all of us wonder, what about that trip to Memphis? És amikor visszajött, mindenki arról beszélt, mintha az valami nagy dolog lett volna, hogy hú, de milyen messzire elment. But he said, oh, fellas, he said, I never was so glad to get back in the United States. És azt mondta ez az élete, hogy barátaim, soha nem voltam még ilyen boldog, hogy visszajöhettem az Egyesült Államokba. Igen, vidéki mentalitásunk volt. Mindenki ott született, ott nőtt fel, és ott is halt meg azon az egy helyen, abban a kis városban. 20 mérföldes távolságban. De Istennek volt egy másik terve. He had a bigger vision, he had a bigger plan. Egy hatalmasabb látása és egy hatalmasabb terve volt. But I kept trying to hear him, you know, Lord, talk to me. De próbáltam az Urat hallani, Uram, beszélj hozzám, szólj hozzám. És aztán elkezdtem így fülelni. I'm out in the woods sometimes, 1 o'clock in the morning. Néha kimentem az erdőbe egykor éjjel. God, couldn't sleep. És nem tudtam aludni, és kiabáltam, hogy Istenem, talk to me. Beszélj hozzám. What do you want? Mit akarsz? Tell me. Mondd meg. I'm here, crickets. Hallottam a tücsköket. Frogs. Hallottam a békákat. But see, I'm natural. De tudjátok, hogy testi voltam. And I'm trying to hear something natural. És valami természetes dolgot akartam hallani, valami fizikai dolgot. He's a spirit. Nem tudtam azt, hogy ő szellem. He's in my spirit. Hogy ő az én szellememben van. I don't have to hear audible words to get direction. És nem kell hallanom hallható szavakat ahhoz, hogy útmutatást kapjak az Úrtól. When it says, as many as are led by the Spirit of God, amikor az ige azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, they are the sons of God, azok Istennek fiai, is he talking about all the Christians hearing audible voices all the time? Akkor arról beszél, hogy minden keresztény állandóan hallható hangokat fog hallani? No, nem, no, nem. But we've got to learn to listen, don't we? De meg kell tanulnunk hallani, meghallani őt. And thank God, finally I did.
És köszönet Istennek, hogy végre megtanultam. Ne gondoljátok azt, hogy azt gondolom magamról, hogy mennyit tudok, úgy hiszem, hogy a negyedét sem tudom még. De megtanultam azt, hogy hova tekintsek. És hogyan hallgassak. És hogyan figyeljek. És ha ezt megteszed, akkor odáig fölnövekedhetsz, hogy az életnek a legkisebb dolgaival kapcsolatban is meg fogod hallgatni az Urat. A kicsi dolgokban. Amikor elmész vásárolni. És az Úr fog veled foglalkozni, hogy ne menj most abba az üzletbe, hanem menj ide. Ne vedd meg azt most. Ne vedd meg, ne vegyél most semmit, menj csak haza. És az Úr tud minden. Az Úr tud minden kiárusításról az üzletekben. Most tudom, hogy nagyon sokan bekapcsolódtatok most az üzenetbe. Dicsőség Istennek. Azt érted ez alatt, hogy ő segít nekem bevásárolni? Igen. Igen. Segíteni fog neked. Dicsőség Istennek. Mondd hangosan.